Több koszorút is elhelyeztek a Bonyhádi Petőfi Sándor evangélikus gimnázium falán található emléktáblánál. 75 éve annak, hogy a középiskola is egy olyan gyűjtőpont volt, ahová németeket hurcoltak, majd innen deportálták tovább őket a Szovjetunióba. A koszorúzás után a Bonyhádi Művelődési Központban folytatódott a rendezvény, ahol Szabó Tibor alpolgármester elmondta, az előzetés és az elhurcolás kifejezéseket ma már szinte mindenki ismeri Magyarországon, de ehhez hosszú út vezetett. Szerinte ez a két szó a magyarországi németség legnagyobb tragédiáját jelzi. Az utódoknak az a feladatuk, hogy ne engedjék feledésbe merülni a történteket, mindig legyenek olyan új generációk, melyek képesek továbbvinni a német kultúrát, a hagyományokat, a német identitástudatot. A Bonyhádi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a város mindig is nagy gondot fordított arra, hogy fejet hajtson az elődök előtt, és emlékezzen mindazokra, akik sokat szenvedtek Bonyhádon. Őrizni kell azok emlékét, akik küzdöttek. Emlékezni kell az áldozatokra és azokra a borzalmakra, amelyeket elkövettek ellenük. Fejtette ki Bognár Zalán, a Gulág és Gupi Kutatók Nemzetközi Társaságának elnöke. A lágerekre azt hitték ki, hogy a Szovjetunióban a legfőbb érték az ember. Ehhez képest ugye az ellenkezője volt igaz. Tehát, hogy valóban a hazugság folyamatos volt. Ahogy bejöttek, azt ígérték, hogy nem akarják megszállni az országot, nem változtatják meg a társadalmi rendet, szabadon gyakorolhatja mindenki a vallását. De mindez hazugság volt. Hazugság volt a Málinkira, volt a kicsi munka, hiszen több éves szovjetunói kényszermunkára vitték őket. Közel 1900 főt vittek el Bonyhádról kényszermunkára a Szovjetunióban. A trianoni Magyarország területéről pedig összesen 300 000 ember deportáltak, ebből 90 000 személyt német származás indoka miatt.